Na, hát összejöttünk egy kicsit beszélgetni a Katival. Erről az egészen új dologról, az emberről, az államról, a matról. Hogy hogy kerültünk a rabszolgalétből a szabadba, ilyennek az útja, módja. És egy pár gondolatot akkor engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Nyilván én a saját tapasztalataimon keresztül indultam, és hát az élet olyan emberekkel hozott össze, akik szintén hasonló feladatokkal küzdöttek, így aztán közösen eljutottunk oda, hogy hát bizony az ember az rabszolgaként van tartva. És ezt bizonyította a római jog. Úgyhogy a saját ügyeinken keresztül megállapítottuk, hogy ki kell kerülnünk ebből az egész játékból, játszmából, csalásból, átverésből. Nagyon röviden annyit szeretnék elmesélni, amit korábban a felismerésekben is nézhettetek, hogy maga az ember, és ugye ennek az egész munkafolyamatnak azt a nevet adtuk, hogy az emberré válás folyamata. Ugye meg kell állapítani, hogy az embernek hol a helye ebben a földi létben, ebben az országban, területben, államban. Ugye ha megnézzük, hogy a teremtő a saját képmására teremti az embereket, kortól, nemtől, bőrszintől, politikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül, akkor rá ébredhetünk, hogy mindenki egyenlő. És felette nincs más, csak a teremtő. Így aztán elszámolni valónk is csak a teremtővel van. Egyik ember a másik embert nem korlátozhatja, a szuverenitását nem sértheti. Nyilván ugye az embernek többen leszületünk, ugye létrejön a társadalom, ott már vannak különböző együttélési szabályok, ugye a társadalomban élők és ragaszkodhatnak egy szokásjoghoz, vagy egy természeti joghoz, vagy akár létrehozhatnak újakat is. De nyilván ott már valamilyen szempontból lemondunk az egyéni szuverenitásunkról, csak azért, hogy együtt tudjunk élni egymás mellett. De ez teljesen természetes. Hát az ember és a társadalom alatt, ugye egyébként az ember létrehozhatja, ugye ezáltal létrejön egy jog. Ahova leszületnek az emberek, ugye ez terület, ezt nevezzük országnak. És az országot általában ugye állami szervek működtetik, tehát ugye mondjuk a mi esetünkben vannak az államok, amely normál esetben mind az ember, mind a társadalom alatt helyezkedik el, és nem az állam határozza meg, hogy a fölötte lévő emberek hogy éljenek és mit csináljanak, hanem az emberek, tehát ugye mindig lefele hatnak az erők, és nem fordítva. Az államban így aztán van mondjuk egy jog, hogy hogyan kell működni, hogyan mondjuk az állami szerveknek, hogyan működtessék az országot, vagy az emberek hogy éljenek egymás mellett. Nyilván az állam tudja betartani, vagy betartatni. És aztán ebben vannak a közszolgák, akik ezt a feladatot elvégzik. Tehát ugye, ha belegondolunk, ez egy normális rend. Ma ott tartunk, hogy az embert semmibe veszik, gyakorlatilag a teremtő alatt rögtön ott van ott vannak a vallások és az állam. És az állam szabja meg a jogot, ami ugye ő rá nem vonatkozik. Tehát ő egy hatalmi szervként akar működni felettünk. Aztán vannak az állami közszolgák, akiknek elvileg működtetni kellene
az emberek érdekében az államot. De ez sajnos a saját érdekükben működik, és velünk működtetik állampolgárokkal, akik legalul vagyunk, leszorultunk az emberi minőségünkből. Tehát be vannak csapva az emberek a római joggal, hiszen maga a római jog fikcióra alapul, és az embert állampolgárként vagy személyként a római jog alá vonja. Hiszen tudjuk, hogy nem a teremtő hozta létre a római jogot, hanem emberek. Emberek írják. Most erre nincs senkinek sem felhatalmazása a teremtőtől, hogy egymást behatároljuk, bekorlátozzuk, illetve kötelezzük arra, hogy rabszolga létben éljen, és egy nagyon szűk kört jólétben tartson. Még vannak olyan társadalmak, ahol ugye nyilván nem mellérendelődés van, aláfölérendelődés továbbiakban is, de ott is az emberek érdekében történnek a szabályok meghatározása, illetve tudás alapján emeljük a másik embert fölénk. Tehát nem azért, mert ő egy hatalmas és uralkodni akar, hanem azért, mert el tudjuk ismerni, hogy a másiknak van tudása. Ezért én nyilván hátralépek, hogyha én valamihez nem értek, és megbízom a másik emberben, hogy ő a legjobb tudása szerint fogja segíteni a társadalmunkat. Hát ez volt az első, amire rájöttünk, hogy az emberek úgy vannak behajtva a római jog alá, hogy át vannak verve, és mivel senki eddig nem nézett utána, ezért rabszolgaként, élettelen tárgyként tekintenek ránk. Ennek az első lépcsője mindjárt a születésünkkor kezdődik, amikor ugye megszületünk, és az élő levelet, ami bizonyítja az embernek a születését, ezt nem adják oda, ezt megtartják maguknak, vagy megsemmisítik, ezt ugye nem tudjuk bizonyítani, mondanak ezt is, azt is, viszont kiállítanak egy anyakönyvi kivonatot, melyel abszolút az államnak a birtokába, tulajdonába kerül az a személyiség, az a rabszolga, aki aztán tudatlanul beáll-e mögé, a szerep mögé. Ez hát röviden ennyi a rabszolga létünknek a kezdete és a története. Nyilván nem bánthatunk ezért senkit sem, hiszen a szüleink, nagyszüleink, és ki tudja már milyen régóta ez folyik. Most egy kicsit látványosabban folyik, és jobban átlátják az emberek, hogy itt valami nincs rendben. Hát ugye itt a harmadik világrendnek pont az a célja, hogy egy kormány legyen, egy jogrenddel az egész világon, és mindenkit be tudjanak hajtani egy karámba, és ők irányíthassanak. Ha ő nekik úgy tetszik, hogy sokan vagyunk, akkor kísérletezhetnek az emberen. Ha úgy tetszik, hogy most betegség vagy valami járvány van, akkor ők most elrendelik ennek a játéknak a szabályait. De ezek mind játszmák. Hiszen a természet olyat nem alkot, ami árt az embernek. A természet gyakorlatilag mindent, tehát bármilyen betegség fordul elő az ember szervezetében, az mind az egyensúly hiánya, vagy egy rossz táplálkozás, vagy egy rossz érzelmi állapotnak az oka miatt történik. Most viszont, hogy nem most, mert nagyon régóta nincs valójában beleszólásunk a saját életünkbe, így kénytelenek vagyunk elfogadni, vagyis kénytelenek voltunk eddig elfogadni, hogy rajtunk kísérleteztek a génmódosított élelmiszerekkel, a mit tudom én milyen vegyszerezett vizekkel, sokan mondják, hogy a hárpal és egyéb hazugságokkal, mindezt nagyon jól fel tudják használni a médiákon keresztül. Tehát tudott befolyásolást végeznek,
Hát mi ebből léptünk ki. Valójában volt egy ötlet gazda, ez abból ered, hogy 2012. január 1-ével ugye megalkották, létrejött elvileg egy érvénytelenül egy másik állam az országunk területén. Ezt 2011. áprilisában szavazták meg, tehát igazából egy pucs történt. Hát de mivel a többség elfogadja, de facto sajnos ez működik, és viszont szerencsénk, tehát erre szerettem volna mindenféleképpen felhívni a figyelmet, hogy a köztársaságot nem tudták megszüntetni. Tehát jelen pillanatban ez az állam, ami de facto működik, ez nem jogfolytonos a Magyar Köztársasággal, ezért ugye egyértelmű, hogy ez egy másik állam. Két államról kell, hogy beszéljünk. És hát mivel ugye 12 óta azért csak kellett volna a tulajdonosának jelentkezni, hogy hoppácska, ez így türesen áll, és onnan nem jön bevétel, nem történik semmi, ezért 2019. szeptember 2-án ugye a Béla első tulajdonosként tulajdonba vette, ez a megtalálok valamit, akkor egy bizonyos idő után, ha igényem van rá, akkor az enyém lesz. Erre egyébként korábban volt itt egy találtárgyak osztálya, nagyon régen emlékszem rá, magam is találtam talán egyszer pénztárcát, meg ernyőt, és hát én leadtam nyilván. Viszont aláírtak egy, csináltak egy jegyzőkönyvet, alá kellett írni, hogyha a tulajdonosa nem jelentkezik, akkor igényt tartok rá. És igen, igényt tartottam rá. Ennek ez volt a rendje, módja. Nyilván azóta nincs találtárgyak osztálya, mert az emberből megpróbálták. Hát egy rabszolga, annak nincs joga megtartani semmit sem, ami nem az övé. Egyébként sincs semmi. Ugye mivel a születésünkkor nem az élő levelünket kapjuk meg, ami az embert azonosítja, hanem be vagyunk csapva. És hát rabszolgaként vagy erőforrásként tartanak minket nyilván. Ezért nincs jogunk beleszólni az életünkbe. Ezt az alaptörvény ez nagyon jól mutatja is, hiszen ők mindjárt már úgy is hozták. Azt hiszem 2012-ben jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma, ha jól emlékszem. És az alaptörvényben már az embereknek nem jár alanyi jogon sem a nyugdíj, sem az egészségügyi ellátás, sem a lakhatás, sem a munka lehetősége, sem tisztességes bérek. És nem sorolom, ezek mind csak adhatók. Tehát ha jól megnézzük a mai történéseket, hogy gyakorlatilag ez egyik sem működik már. Tehát a magyar emberek nem kapnak semmit. Miért? Mert ők rabszolgák. Így vannak kezelve, állampolgárok. Illetve ez sem így igaz, és ezt nem véletlenül mondtam így, hiszen amikor megszületünk, mi nem leszünk állampolgárok, hanem állampolgárságunk van. Tehát nézzük meg a személyi okmányainkat. Az azt jelenti, hogy magyar állampolgárságunk van, a magyar területre születtünk, és van ott ezen egy magyar állam, aki mondjuk birtokolja az embernek a rabszolga ényét, hiszen az emberek önként veszik fel ennek a szerepét. Azt tudjuk, hogy azért, mert be vannak csapva, erre senki nem hívja fel a figyelmet, de nem vagyunk megerőszakolva, vagy már pedig. Aki felébred, nyilván ebből a mély álomból ki tud lépni, és hát emberré kell, hogy váljon. Most, mivel ugye tulajdonba vettük a ma is létező államunkat, így ezt elkezdtük most működtetni egyre több tulajdonossal, és ez azt jelenti, hogy itt már ez az állam, ez a
magyar tulajdonosok, tulajdonostársak határozatai alapján fog tudni majd működni. Igaz, hogy most még van egy alkotmányunk is, tehát az sincs eltörölve, bár teljesen szemben megy, szemben áll ezzel az alaptörvénnyel. Tehát az alkotmánynak, a 89-es alkotmánynak van ugyanúgy alaptörvénye, és ami ugyanaz. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyan kell működtetni az államot az alkotmány rendelkezése alapján, hiszen az a legmagasabb jogi norma, az alaptörvény pedig előírja a politikusoknak, bíráknak, ezeknek is hogyan kell. Na most ez, ha egy államról beszélnénk, akkor ez szembe menne. Tehát ez eleve a bíróknak ugye kellett volna szólni, hogy gyerekek, van egy alkotmányunk, meg van egy alaptörvényünk, hogyan lehetne adni az embereknek, mikor nem jár, csak adható. Tehát ugye az alkotmánya le van írva, hogy ez jár. És hát arról nem beszélve, hogy a 2011 évi 166-os magyar közlönyben meg maga az alaptörvény is tartalmazza, hogy jogfolytonosságot megszakító fordulat következett be. Tehát ha a jog megszakadt, csináltak egy újat, az kettő sajnos az barátok között is. Úgyhogy, mert nem ugyanabban az államban csinálták. Ami nekünk a MAD-ban, vagy mint tulajdonosként először is nagyon-nagyon fontos, hogy mi kívül kerültünk az államon. Hiszen egy tulajdonost egy tulajdon nem irányíthat, hanem a tulajdonos irányítja a tulajdonát. Ez be lett jelentve egyébként nemzetközi szinten különböző államokban, helyekben, ugye weboldalon fenn vannak ezek a levelek. Nyilván tudomásul vétel véget, tehát ugye erre nekik bíróságunk kívül senkinek nem kellett válaszolnia, illetve elkezdtük működtetni az államot, elkezdtük megszabni a tulajdonosoknak a jogait, jogállását, bebiztosítani jogilag ezeket az előnyöket, és ezáltal én úgy gondolom, hogy ugye nem csak a de facto Magyarország nevű államon kerültünk abszolút kívül, hanem egyébként a másik államon, de jure magyar államon kívül is vagyunk, mert az is a tulajdonunk. Tehát abszolút mi fogjuk meghatározni, hogy hogy működjenek a dolgaink, hogy az embereknek legyen jövőképe, mert ugye most feltehetnéd a kérdést, hogy de miből. Hát először is, ugye ez a másik állam, mivel neki elvileg nincs semmilyen területe. Állampolgárokat azt ugye becserkészte, ezt jogilag úgy hívjuk, hogy optálás, de ez kimaradt. Tehát az emberek úgy kerültek át ebbe a másik államba, hogy nem történt meg ez az optálás, csak szintén meg vannak tévesztve. De ugye az állampolgárok azok eleve csak, most ha azt veszük, akkor papírok, nevezhetjük kötvényeknek, vagy akárminek, ez egy befektetése az államnak. Így ő neki szüksége van arra, hogy valamit tudjon forgatni, illetve hát gondolják, hogy majd a terület is az övöké, de nem. Az állam az csak működtet egy területet, de jelen pillanatban ugye ezt a magyar emberek területét működteti, és próbálja szép lassan kisajátítani a saját nevére. De szerencsére ugye még olyat nem látunk, hogy egy területet arrébb lehet tolni, vagy el lehet vinni. Hát igazából a területet ők nem tudják kisajátítani, csak a hasznát. Ez bármikor visszavehető. Az, hogy milyen lehetőségeink lesznek tulajdonosként, vagy vannak már most, hát először is a különböző peres eljárásokat, mivel létrejött a legfelsőbb bíróságunk, és már működik is, ezért mindenki, akinek ebben a másik államban vannak különböző peres ügyei, hát ott ugye fel lehet hívni a figyelmét a megfelelő szerveknek, hogy hát neked
vagy nekünk van illetékes szervünk most már, aki eljárhat velünk szembe, tehát ő ezt először is vizsgálja meg, hogy ez illetékesebb bármiben eljárni velünk szemben. Ugye ez egy óriási fordulópont, mert eddig nem volt bíróság, és hát azért valakinek mégiscsak el kellett járnia, vagy valamilyen eredményt létrehozni. A másik, hogy hát ugye ezek az állampolgárok, tehát az emberek, akik kijelentik, hogy még hogyha nem is tulajdonosképp, de állampolgárként szívesebben maradna egy szabad államban, hát előbb-utóbb ennek az államnak, de facto Magyarország nevű államnak nem csak területe nincs, mert ő neki nincs alapvetően területe, mert időben később jött létre, és mi meg még mindig vagyunk, hanem egy idő után állampolgárai sem lesznek. Tehát nem lesz kivel szemben eljárni. És attól, hogy ők gyakorlatilag azt úgy nevezzük, hogy megszállták a közintézményeinket, az emberek nagyon meg vannak tévesztve, azt hiszik, hogy ugyanabban az államban vannak még mindig. Mi annak a lehetőségét tudjuk jelenleg biztosítani, hogy a saját államunkban szabadként tudjunk élni, mert hát ha most hajónak nevezzük ezt az államot, akkor ezt a hajót elhagyta mindenki, illetve hát az első tulajdonos megtalálta, és hát szépen lassan szivárunk vissza, tehát mi most már együtt fogunk evezni, és ide olyan nem jöhet vissza, aki eddig nem vállalt felelősséget a tetteiért. Tehát ezek a politikusok, bírók, mint korábban valahol mondtam is, hát jogilag le vannak védve, hogy őket ne lehessen felelősségre vonni. Semmilyen bűncselekményért, de még ezért a puccsért se lehetett, mert egyszerűen őket védi a törvény. Ők nem tartoznak felelősséggel, azokkal szemben sem, akik őket megbízták valamivel, és igaz, hogy ők egész másféle cselekményt hajtottak végre, de hát megbízták. Úgyhogy valójában területünk is van, állampolgáraink is vannak, már aki annak akarja vallani magát, hogy ezek szerepek, fikciók, elvileg tulajdonosok vagyunk, most már egyre többen vagyunk, most már van működő bíróságunk, és egyelőre ébresztjük azokat a közalkalmazottakat is, akik ellátják a másik államban a valamilyen szerepüket. Tehát nyilván most a két állam között folynak bizonyos kommunikációk, és akkor majd meglátjuk, hogy mi a következő lépés. Hát aki szeretne végre szabadon élni, meg akar szabadulni azoktól mondjuk a banki csalásoktól, különböző végrehajtásoktól, hogy egyébként tudjuk, hogy mindegy csalásra épült, hát azokat várjuk szeretettel. Nyilván tanulni kell, fejlődni kell, mert most még ugyan egyénileg nem kell megvédenie magát senkinek, hiszen erre ott van a képviselet, a jogi védelmet ellátja, és mindez természetesen nemzetközi szinten is be van jelentve, tehát ugye ezt most nehogy azt gondolják sokan, hogy ezt itt magunk között megbeszéltük, és ez tök jó, hanem ez hivatalosan folyik. És hát ugye a másik állammal, ami de facto működik, hát ez valamilyen megállapodásra kell jutni, hiszen a társtulajdonosoknak van egy megállapodás, nem? De a megállapodás az arról szól, hogy a társtulajdonosoknak a jogait azt ő nekik tiszteletbe kell tartani. Ja, értem. Igen. Ja, így értem. Tehát így van. Tehát ugye most, ami a H5-ös elfogadásra kerül, ez teljes egészében biztosítja az embereknek a jogait, ami be is kerül a közlönyünkbe, ezt ugye másik mindenkinek tiszteletbe kell tartani, és hát nyilván erről szólnak ezek a idézőjeles megállapodások, hogy hogyan tudjuk mi ezt az államot mondjuk támogatni abban,
ő nekik mi a kényelmesebb ahhoz, hogy, hogy nyilván tartsák azokat, akik ők nem piszkálhatják mondjuk, nem adóztathatják meg, tehát hogy érthető legyen ennek a... Aki felett már nincs hatalmuk. Nincs hatalmuk, így van. Uh-huh. Úgyhogy de röviden ennyi. Nyilván itt nagyon sok minden van tervben. Szeretnénk, hogyha alapjövedelem lenne, szeretnénk, hogyha a fiatalok vissza tudnának jönni a saját hazájukba dolgozni, hogyha itt újból nem csak az idős korosztály lenne, akik már letettek az asztalra, és igen, a Magyarország az a, valóban a magyaroké lenne. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem várunk szeretettel másokat is, de azért azt ne feledjük el, hogyha én valakinek bemegyek az otthonába, akkor nekem a háziak szabályét be kell tartanom, tehát nem én vagyok az úr mások otthonában. Hát remélem, hogy így egész röviden ez érthető volt.